Akár egy vaskos mesekönyvnyi történet is összeállítható lehetne azokból a rajzokból, melyek a 49. Tolnamegyei gyerekrajzpályázatra érkeztek. A gyermeki világ hűtükrei ezek az alkotások, és reménykeltőek a tekintetben, hogy a virtuális világ nem öli ki végérvényesen a képzelőerőt és a kreativitást, aki tudja már milyen jelű nemzedék tagjaiból. A Babits Kulturális Központ és jogelődei közel 50 esztendeje tartják fontosnak, hogy lehetőséget biztosítsanak a kicsiknek arra, hogy kifejezésre juttassák képi világuk apró csodáit. A mennyiség, mármint a beérkezett műveké is önmagáért beszélnek. A gyerekek szeretnek és tudnak is alkotni. A gyerek az maradt gyereknek. És ez a nagyon jó benne, mert a gyereknél, a mostaninál, a réginél is tapasztalni azt az őszintességet, azt az érzelemgazdagságot, és ez nagyon jó, hogy ez megmaradt. És a gyermekrajzok azok meg különösen tükrözik ezt az örömöt, ezt a boldogságot, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Körülbelül a harmadik, negyedik osztályban egy hullámvölgy van a gyermeki ábrázolásban. A jó pedagógiai irányítással át lehet menteni, meg kiszélesedik a gyermeknek az érdeklődési köre, és akkor hát egyeseknél lanyhul az alkotó, ilyen irányú alkotó kedve. De érdekes, hogy azért változás is van. Tehát az a gyerek, aki már elég jól haladta az ábrázolásban, az kezd pedagógiai irányítással is természetesen kezd olyan irányba haladni, amely már a modernebb ábrázolási lehetőségeket próbálja kihasználni. A témák az nagyon érdekes, mert a témák azok megmaradtak a kisgyerek korosztályban, a hagyományos mese, népmese illusztráció, és ahogy idősödnek, ugye felső tagozatra haladván, akkor már jobban érdekli őket a média által kínált sok-sok sokszínűség. A gyermeki tulajdonságok közé hozzátartozik az is, hogyha talál egy üres felületet, arra valami nyomot kell hagyni. Na most itt ez megőrződött azért a gyerekeknél, és a kisgyerek korosztályt ezt nem tudja elvinni még a média. Bizonyos mértékig pedagógus függő is ez a dolog, hogy hogyan tudom azt visszacsalogatni, és mivel tudom visszacsalogatni az ábrázolást. Annak ellenére, hogy a rajzszakkörök és a rajzórák száma is csökkent az oktatásban, vannak iskolák, ahol igen magas szinten dolgoznak a gyerekekkel. Ez jól kitapintható a látottakon, mondja Kovács Ferenc, aki 49 éve motorja a versenynek. A Szervező Kulturális Központ nevében Zsiko Zoltán igazgató ígéretet tett arra, hogy a jubileumi 50. kiállítás nagyszabású rendezvény lesz, ahova a tervek szerint várják a korábbi győzteseket is.